2023. július 1-től vezették be a hulladékgazdálkodásra vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert, rövidített angol nevén az EPR-t. E hét péntekig kötelező elkészíteni az első bevallást. Sokan még mindig nincsenek tisztában ennek a részleteivel, ezért a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara, továbbá a vármegye mérnöki kamarája tájékoztató jellegű előadásokat szervezett. Balogné Gál Zsófia, a Tolna vármegyei mérnöki kamara környezetvédelmi szakcsoportjának elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a szabályozás elsősorban kiket érint. Ez minden céget érint. Tehát az az igazság, hogy bármely termelő cég, tehát leszámítva azokat a kis egyéni vállalkozásokat, akik szolgáltatást végeznek, és otthonról, az irodájukból, vagy hát a lakásból végzik a munkájukat, őket nem érinti, ők maradnak ugyanúgy simán a közszolgáltatásnál. Mindenki mást viszont valamilyen formában szinte biztos, hogy érint az EPR, legyen az akár csak egy kereskedő cég, vagy legyen egy bármilyen termelő cég. Az újítás lényege, hogy egyes termékek körforgásos hulladékkezelésének költségeiért a gyártók, termelők a felelősek. Ennek megfelelően a nyár második hónapjától kezdve a MOL hulladékgazdálkodási ZRT szervezi meg a kiterjesztett gyártói felelősség alá tartozó kötelezettségeket a vállalkozók felé. Baka György, a Zöld Társ Alapítvány elnöke külön kiemelte, hogy ezzel a változtatással nincs vége, a jövőben újabb szabályozások lépnek életbe. A vállalkozások ne nyugodjanak meg teljes mértékben, ezért 2024. január 1-től bevezetésre kerül a kötelező visszaváltási rendszer is, amely a 0,1 liter és 3 liter közötti forgalombozott tejtermék kivételével az összes italt, üdítő, alkoholitalt, stb. Annak a csomagolását is érinti. Tehát rendkívül izgalmas hulladékos történésekre van kilátás a következő 1-2 évben. Az első adatszolgáltatás határideje október 20-a, majd a cégeknek minden negyedévet követő hónap 20-áig kötelező lesz az EPR bevallást elkészíteni.